Szeretettel köszöntjük ismét a Sepsiszentgyörgyi Szabó Kati sportcsarnokból hallgatóinkat. A női kosárlabda Románia Kupa második elődöntőjét közvetítjük itt a Marosvásárhelyi Rádióban és a Sepsi Rádióban. Erdély András, illetve jó magam Kádár Zoltán próbálunk meg lelket verni egymásban, miután a Sepsi Szik elveszítette az első elődöntőt, méghozzá a Csészeme Törgóvisté ellen. Egy olyan találkozó volt, amelyen mindenki bízott abban, hogy nyerni tud majd a háromszéki együttes, és talán maguk az edzők, játékosok is elbízták magukat az utolsó negyedben, így a végeredmény pedig egy 10 pontos, illetve 10 pontos utolsó negyed Törgóvistének, így alakult ki a 3 pontos különbség a két csapat között. Tehát Törgóvisté az első döntős, és hogy ki lesz az ellenfele, az kiderül a közvetítésünkből is, hiszen a marosvásárhelyi Sirius kosárlabda klub a CSU Brassóval mérkőzhet, és igencsak érdekes lesz ez a találkozó is. Közben van még egy végeredmény a férfi kosárlabda bajnokságból, ott, ahol a Szeben Temesváron tudott győzni az utolsó másodpercben, miután Temesvár végig vezette a találkozót. Köszöntöm én is a kedves nézőket, úgy látszik, hogy ez ma egy olyan nap, hogy aki vezet, az veszít. Hát sajnos ez történt az előbbi mérkőzésen, és az 58... Te autóval jöttél? Igen. Hát vezetsz. Igen. Akkor veszítesz? Hát már én veszítettem a magam részéről, úgyhogy most minden bizadalmamat a Marosvásárhelyi együttesben teszem, amelyik a tegnap egy szenzációs második félidőt produkálva mínusz 11-ről plusz 14-re fordított az Alexandria ellen, és elismerem, hogy fabatkát nem adtam annak, hogy annak az esélyének, hogy onnan még meg tudja fordítani a együttes az eredményt, és lám simán nyertek, hogyha a végeredményt nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy simán nyert az Alexandria ellen a Marosvásárhely. És azt gondolom, hogy ez egy olyan eredmény attól a csapattól, amelyik azért nem a legjobb bajnokságát produkálta, hiszen mindösszesen 3 mérkőzést nyert meg az alapszakaszban, hogy ezennel a marosvásárhelyi csapat gyakorlatilag felszabadultan játhat a mai mérkőzésen, hiszen már így is sikernek számít, amit elért. Azt gondolom, hogy ez nem sértő a marosvásárhelyi csapatra nézve, hogy bejutott a négy közé, az is egy nagy siker, úgyhogy gyakorlatilag most minden tehertől mentesen neki rohanhat a Brassónak, amelyiket sokkal jobban szorít az, hogy neki ma győznie kell. Bizonyítania kell. Hát, hogyha úgy veszük, akkor a marosvásárhelyi Sirius női kosárlabda csapata megszerezte történelme első felnőtt érmét. Mert bronzmérkőzést nincs, így a harmadik helyen zár a marosvásárhelyi Sirius, tehát zárna, ha nem nyerné meg ezt az elődöntőt. Légy szíves, szóval... Kijavítottam magam, elnézést kérek minden marosvásárhelyi Sirius drukkertől és szurkolótól, tehát reális esélyét azért van a győzelemnek, ugyanis a brassóiak egyik legjobb játékosa nem játszott az első mérkőzésen sem, és most sem. Michaela Hauserről van szó. Ő a 22-es számmal kellett volna, hogy játszon, ma nincs is a lapon sem. És valamiért Andra Haas sem játszott az első meccsen, pedig ő is tud egyet más csinálni. Így hát voltak éppen, úgy áll a dolog, hogy ott van ötös számmal, Biljana Pešović, őt tessenek fogni, a többi meg is. Többi már menni fog. Pontosan ezt beszéltük Sterv Zakariással, illetve Kis Istvánnal, a marosvásárhelyi Sirius edzőjével, illetve elnökével, és elmondta a Sterv Zakariás, hogy Mészáros Katával fog kezdeni beállósként, ugyanis Mészáros Kata rendkívül jól teljesített az első mérkőzésen. A találkozó játékvezetői Fabiana Martinescu, Drágos Nikolai és Amalia Márkis, a marosvásárhelyiek pedig a Robinson Pop, Mészáros Daniel és Gregory ötössel kezdtek, míg a brassóiak Pešović, Gizila, Ardelian Webb és Higgins. És mindjárt egy kétpontos kosár Angel Robinson révén, tehát a marosvásárhelyiek 2-0-ra vezetnek. Tegnap az egyik negyed döntőben az Alexandria ellen
a Sirius rendkívül jól játszott a második félidőben. Az elsőben streetballoztak a csapatok, a másodikban igazi csapatként működött a Sirius, és sikerült fordítani a 14 pontos hátrányról. Most 2-2, miután Webb egy gyönyörű tempóval kiegyenlített. Ismét Angel Robinson próbálta meg feltenni a labdát a gyűrűre, de ketten is álltak előtte, úgyhogy jöhet a brassói támadás Peszovics Mészáros Kata mellett. Peszovicsot nagyon jól zavarta Mészáros, és most egy eladott labda Gregory Robinsonnak adta, érzésem szerint a 44-es számú Higgins lépéshibát követett el, de a játékvezetők elengedték, viszont szabálytalankodott ellene az egyik marosvásárhelyi. Ugye két romániai játékosnak kell lennie a pályán, a marosvásárhelyen Mészáros Kata és Pop a kettő, míg a brassóiaknál Gizile és Ardelen. Gizile is egészen jól játszott a Galac elleni találkozón, és azon a mérkőzésen, most nézem, hogy hol található a listán, hirtelen nem találom, hogy hol van azon a statisztikája, de megvan. Jana Gizila 5 pontot szerzett, de 37 percet játszott. Egy eladott labda most. Hát Pop gyakorlatilag kiajtette a kezéből, eltátotta kissé a száját a marosvásárhelyi játékos, és így a brassóiak jöhetnek fel. Ott van a hatalmas termetű, meg Higginsnél a labda, beemelik ismét Higginsnek, Higginsnél Mészáros Kata van szembe, és jól védekezett ismét, és elment. Úgyhogy jöhet az ellentámadás, ott van Johnsonnál, Johnson kiadja egy három pontosra, és rövidre dobja a Sheriff Daniel volt az, aki elhibázta, Higgins jöhet a másik palánk alatt, ő is kihagyja a lepattanót, Gregory szedi össze, Alina Popnál van most a játékszer, ő pedig megpróbál támadásba lendülni, vinni a csapatát. Daniel Robinsonhoz, Robinson keresi a társakat, megkapta Danielt, Gregoryt, Gregoryval szemben Higgins elég érdekesen védekezik kint, két magas emberrel most a brassó Higginszel és a 8-as számú Ardeleannal. Ez a dobás is kimarad, a lepattanót pedig Higgins kaparintja meg, miután közös erővel oda csúsztatták hozzá a játékszert. Egyelőre 3-2 és 7 és fél perc van hátra ebből a negyedből. Peszovicsnál van a labda, és egy gyönyörűen látja meg, ez lépéshiba volt. Pedig, hát, hogy mondjam, abból a szempontból kár, hogy Gizilát nagyon szépen kapta meg Peszovics, de Gizila ellépte egyértelműen ezt az átvételt, és a Marosvásárhely támadhat azért, hogy átvegye a vezetést. Lehet a Facebook közvetítésen is, a YouTube közvetítésen is szurkolni a marosvásárhelyieknek, vagy akár miért ne a brassóiaknak, mert hát vannak brassói szurkolók is, gondolom. Néhány brassói szurkoló megérkezett, tegnap azért jóval többen voltak a Galac elleni mérkőzésen. Peszovics pedig egy kétpontos kosarat dob, 5-2 jelen pillanatban brassóban, brassónak. Bár csalódottak a sepsiszentgyörgyiek, azért szép számban itt maradtak, kíváncsiak, hogy sikerül-e majd Marosvásárhelynek bejutni a döntőbe, vagy pedig brassóval játszik Türgovist. Egyértelműen a Sepsiszentgyörgynek, a Marosvásárhelynek szurkolt a tegnap is a sepsiszentgyörgyi közönség, miközben itt egy hatalmas kosarat dob Webb, és 7-2-re vezet a brassói csapat. Mindenképpen számíthat a marosvásárhelyi csapat a szentgyörgyi szurkolókra, csak hát ehhez egy kicsit jobbán játékot kellene mégiscsak mutatni. Gregorinál van a labda, odaadja Johnsonnak, Mészáros Kata zárt Johnsonnak, kimegy Popnak, Pop megveri lápol, Robinson volt, igen, de ők jöttek ellentámadásban, és hát nem tudom, ez is nem volt elépés, úgy ahogy megállt Joanna Gizila, de ez elengedték. 9-2, 4 percnyi játék után két pontot sikerült a marosvásárhelyieknek szerezniük. Tegnap sem kezdték valami jól a mérkőzést, aztán a végén sikerült a fordítás. Gregory kezéből Peszovics majdnem kikapta a labdát, Pophoz jut a játékszer Daniel Robinsonnak. Robinson pedig egy palánkos kosár fordulásból, a büntetővonal magasságából, egy fordulásból elégedett tempó. Hát ez bravúros teljesítmény, ugyanúgy két pontot ér, mint bármelyik más kosár a három pontos vonalon belülről, kivéve ha büntetőről van szó. A Marosvásárhely csak úgy tud nyerni, hogyha elengedi az ellenfelet, vajon, vagy hogy fog ez történni? Előfordulhat. Közben Higgins dob egy kosarat, és kap még egy faultot is.
Alina Pop ütött a kezére, hát a jó egyfejjel és 20 kilóval könnyebb, egyfejjel alacsonyabb, 20 kilóval könnyebb Alina Popnak nem volt könnyű dolga, talán nem kellett volna szabálytalankodnia, vagy ha igen, akkor hát nem mondanám, nem akarom én berekedésre buzdítani. Hát jó, de hát jó értelemben olyan csapjon oda, hogy ne legyen kosára vége, mert így most elvégezhet még egy szabadobást is Higgins, és azt is bedobja. 12-4 az eredmény, 5 perc 18 másodperc van még hátra a női kosárlabda, a Románia kupa második elődöntőjében. Gregory a felállt zóna ellen kiadja Danielnek a labdát. Daniel triplája ezúttal is kimarad. Árdélián szedi le a lepattanót, miután Peszovic odaütötte a kezébe. Jöhet az ellentámadás, Gizil Higginsnek. Higgins az alapvonalról átdobja a gyűrűt. Pop szedi le a lepattanót és szabálytalanság Peszovic. Kifelé remélhetően. Igen. Igen. Peszovic kapta meg a személyhibát, ez számára az első. És 5 percnyi játék után egy személyi hibája van a brassói Csészei Olimpia együttesének. Az, hogy mekkora tétje van ennek a mérkőzésnek, az is mutatja, hogy alig, hanem a legjobb román bírónőt küldte a szövetség erre a mérkőzésre, hiszen Fabiana Martinescu. Nem jutott eszembe a Martinescu, hanem Fabiana Nizu. Nizu volt, igen, most Martinescu. Sokáig két néven szerepelt, aztán most már az egyiket tartotta meg. Mióta én emlékszem, FIBA bíró, és fel is tűnik az Eurókupában, az Euroligában nem is olyan gyakran, ami azért nem rossz teljesítmény. És a bíró hölgyek életében is elérkezik egy bizonyos pont, amikor egy kicsit szünetelniük kellett, szülési szabadságon volt Fabiana Martinescu, egy évet kihagyott ő is a bíráskodásban, ezért nem láttuk gyakran a pályán, de megjelent a pályák mellett, most pedig teljes erővel, erőbedobással bíráskodik, és közben Lauren Gregory farag a hátrányból két pontot, 12-6 jelen pillanatban az eredmény, hiszen mind a két büntetőjét érvényesítette. A Brassó támad, ott van a labda a 8-as számú Árdeleánnál, tovább megy Gizilához, Gizila visszaadja Árdeleánhoz, ráemeli, nincsen benne a lepattanót, viszont megszerzi Daniel, és már ott is van az ellentét kosara alatt, feldobja, nincsen benne, ezt talán nem kellett volna ennyire elsietni. A streetball azért mégiscsak kedvenc sportja ennek a csapatnak is. És úgy néz ki, hogy egy kicsit belemegy a streetballba Brassó is, ugyanazt a fejetlen játékot produkálják. Közben Webb majdnem felborítja Mészáros Katát, ez belemenés is lehetett volna, támadói hiba, nem adták meg a játékvezetők, viszont Webb a palánkkal kosarat szerzett, 14-6-ra módosítva az állást. Ott van a labda most, gyönyörű szép támadás végén, Lauren Gregory hagyta ki a palánk alól, miután Robinsontól kapott egy nagyon jó paszt, ez könnyelmű kihagyás volt, Peszovic tempója, ez is kimaradt. Tehát látod, Brassó is belement ebbe a streetballba, és Danka Láncsa mutatja nekik, hogy lassabban. Igen, ez nem az ő stílusuk egyáltalán. Azért egy sokkal jobban megfontolt játékot játszanak. Vilnyánál Peszovic nagyszerűen irányítja azt a csapatot, és tehát mindenképpen ott lesz a Brassó az első háromban, valószínű a bajnokságban is, és hát ebben már itt van, most már akármi történik. Akár ha nyer is a Marosvásárhelyi együttes, most a zóna felett átadnak megint egy magas labdát, lassan lejár a támadó idő, talán dobni lenne illendő, ott van most Daniel, betör, feldobja, és hát ez most bement, az előbb is így próbálkozott, az kimaradt. Gyönyörű szépen három ember között tört, beközben a Marosvásárhelyieknél Antonia Radu jött be Alina Pop helyett, egy román játékos cserél, tehát Stern Zakarjás, hogy egy kicsit pihentesse őket. Gizila dob el egy hármast, nagyon jól nyúlt bele Daniel a labdába. A játékos társai viszont nem érzékelték, hogy ő ért bele. Azt igen, ezt még simán megfoghatták volna. Ők hagyták, mert azt hitték, hogy Gizila egymaga dobott ilyen rosszat. Jön be Lovász Izabella és Tioniam Kuhn, Lauren Gregory és Mészáros Kata helyett, tehát kettőt cserélt Stef Zakarjás. Ami előnyükre válhat a marosvásárhelyieknek, az, hogy több játékossal játszották le az első találkozót, szám szerint 9-el, de most Webbet nem tudják fogni, Webb csodálatos tempódobásokkal rendelkezik, hihetetlen rugói vannak, egyszerűen nem is lehet fogni ilyen körülmények között. Kicsit tanástalan volt Robinson, visszaadta a labdát Radunak, aki viszont
nagyon rossz paszt ad, visszadobja a saját pályájára, Robinson megfogja, így félpályát ítélnek a bírók. 16-8 oda, hogyha így vesszük, tehát a Brassó javára bedobja a labdát, Zebb oda kerül most Árdeleánhoz, Árdeleán megpróbál Lovászi Zabella mellett betölni, Lovászi Zabella tól egyet rajta, ezért ezt büntető dobás követi, de legalább nem lett kosár, ha már tolt rajta, akkor tolt egyet akkorát, hogy nem ment be, ebből tehát maximum 2 pont szerezhető, de az is csak akkor, hogyha be tudják dobni Árdeleán be tudja dobni mind a kettőt, egyelőre az elsőt az bedobta, és még mindig van neki 1 és 17-8, amikor 2-19 van hátra az első negyedből, feldobja a másodikat, az ezt is beledobta. 10 ponttal vezet Brassó, amikor Dankalácsa időt kér, Higgins helyett jön be 18-as számmal Kröcsun, aki azért Alina Kröcsun, aki egy nagyon jó játékos hírében áll, napszak függő, forma függő, hangulat függő játékos, vannak remek meccsei, vannak nagyon pocsék meccsei, azt mondták a marosvásárhelyiek, hogy Kröcsuntól is azért kell félni abban az esetben, hogyha ma jó formát fog ki. Egyébként nem merek semmi ilyent mondani, mert felmosták velem a földet, hogy állítólag a tegnap azt mondtam, hogy ezeknek a hölgyeknek lelkük van, és ezzel megsértettem őket, és ma nagyon-nagyon felmosták a hölgy ismerőseim velem a földet, úgyhogy nem merek semmilyen hangulatra és semmire utalni. Az a helyzet, hogy játszani kell a pályán, és ne tegyen az ember megjegyzéseket a hölgyek, de mert nagyon sokat kaptam a fejemre miatt. Én annyit elmondhatok, hogy ezek a hölgyek szépek, ügyesek, okosak, nagyon jól kosárlabdáznak, és ott vannak, ez a helyes kifejezés, ott vannak az ország legjobb kosárlabdázói között, tehát minden tisztelet az övéké. Abszolút, maradjunk ennyiben. Lovász Izabellára visszatérve, továbbra is hatalmas fájdalmakkal játszik, volt egy nagyon csúnya késérülése, egy kéz-fejsérülése, amely nem akar gyógyulni. Nagyon-nagyon lassú a folyamat, különböző kezeléseknek vetették alá Lovász Izabella kezét, és ezért félt is, de a harcossága az megvan, és van egy ígéretem Lovász Izabellával szemben. Na. Nem igazán szeret nyilatkozni, román környezetben volt nagyon sokáig, a magyar nyelvvel egy kicsit hadilábon áll, egyre jobban beszéli, de azt mondtam neki, ha remekül játszik ma, akkor nem fogjuk megkérdezni a mérkőzés után, nem kérjük nyilatkozásra. Ez jó, de hogyha nyer, akkor hát, ha mégis új, mekkora homály dobtunk már megint, mégpedig len a 6-os számú Antonia Radu dobott nagyon-nagyon melléje, a palánkot, a gyűrűt, a hálót, semmit nem ért el. Marad a 18-8, amikor belül vagyunk az utolsó 2 perc. Peszovics a brassói támadással Árdeleánnak adta, jön a palánk alatt Kröcsun, aki lépéshibát követett áll, nem tudta egy lépésben átvenni a labdát, 2-3-at is lépett, úgyhogy cserél most a Marosvásárhelyiek vezetőedzője, Antonia Radu helyett Gál Emese érkezik, aki tegnap nagyon kevés percet kapott, volt egy tripla kísérlete, én most nem szólok semmit, bizonyítson majd Emese, hogy mit tud. 40 percig padonülés után elég nehéz volt triplát dobnia, lássuk most mi történik. Emese megkapja a labdát, odaadja Tionia McCune-nak, Angel Robinsonnak adják be a kezéből, Webb pedig a pályán kívülre üti a labdát, 9 másodperc maradt a Sirius támadásából, és jöhet Robinson az alapvonalról, kiadja a labdát Danielnek, 8 másodperc, el kell valamikor dobni, McCune-nak adták be nagyon jól a labdát, Kröcsun sapkázott, egy sapkát osztott ki a majdnem ugyanolyan magas McCune-nak, végül két marosvásárhelyi játékos kezéről ment ki a labda. Robinson nem látom, a tegnap nagyszerűen játszott, és egyelőre eddig nem mutatott semmit a mai mérkőzésen, és az nagyon is látszik a csapat eredményén. Egyelőre a brassóiak támadnak, ott van a labda Kröcsunnál, Kröcsun továbbadja, és onnan rádobja a bal sarokból. Hát ilyen nekem fel sincs írva, hogy 10-es játékos. Webb a 10-es egyébként. Webb a 10-es az én listámon nem szerepel, az én kézzel írott listámon, mert azt szeretem nézni, az a biztos. De az is akkor jó, ha fel van mindenki maradt. Most kimaradt egy játékos. Géza az előbbi mérkőzésen 20 pontot tippelt, most azt mondta, hogy nem
merek, nem tippelek, de bátran kell játszani, itt nincs mit veszíteni. Ez tökéletesen igaza van. Peszovics hagyja ki a tempót, a lepattanót ugyancsak ő szedi össze, úgyhogy ismét támadhat a CSU Olimpia. Brassó, Webb és Daniel. Webb egy újabb tempó, lovásszal szemben, és hihetetlen, hihetetlen ez a lány. 10. pontját dobja a 20-ból, és mind a 10 pontot ilyen tempódobásból szerezte. Igen, ez az a baj, hogy van egy-két olyan játékos, tehát tulajdonképpen a Brassó 2-3 játékosra épül, ez lehetne a hátránya az előnyök mellett, hogy azt a 2-3-at, ha egyik rossz napot fog ki, és a másikot sikerül lefogni, akkor az talán jó lehet. És Daniel dob egy utolsó másodperc környéki kosarat, amivel hát 10 pontra faragja a hátrányt, és 10 pontot dob ezzel együtt a Sirius együttese. Hát mondjuk ez elég kevés. Nem biztos, hogy nem volt ez ott fault ott a dobás pillanatában, de mindegy, most már nem adták meg a játékvezetőt, tehát nem volt az 20-10 az eredmény az első negyed után. Hát, na. Tegnap 16-24-jel kezdett a Sirius, ott csak 8 pont volt a különbség, most 10 a különbség, tehát nagyjából... Nem erőltetném ezt a műfajt, mert azért a Brassó nem az Alexandria, tehát ezt... Ha lehetne, akkor ne próbáljuk meg, hogy be lehet 14-ről hozni, mert nem biztos. Hát elég nehéz lesz. Danka Lancsa egyébként a tegnapi napon 1-2-3-4-5-6 és fél játékossal, mondjuk úgy 6 és fél játékossal játszott el a mérkőzését, hiszen Ferrario Maria mindössze 7 perc 50 másodpercet kapott, de játszott még Dominic Johnson 1 percet, tehát így volt egy 8-as rotációja, míg Steph Zakariás minden játékosát pályára küldte, bár Parajdi Tekla 0-27-et kapott, még egy fél percet sem, Radon Antonia 6-32-t, Gálemese pedig 1-36-ot, azaz reálisan egy 8-as rotációval játszott a végig. Fizikailag lehet keresni, és ugyanazt mondom, mint amit a tegnap mondtam ugye a mérkőzésen, hogyha az utolsó 5 percig ilyen 10 pont körül tartják a hátrányt, akkor esetleg fizikailag föléjük lehet kerekedni, és le lehet őket szaladni. Dionian Lodermill, az egyes számú játékos a marosvásárhelyieknél, tegnap szintén viszonylag kevés percet kapott, egy triplát értékesített, játszott 12,5 percet, 3 lepattanó és egy tripla volt a neve mellett. Előfordulhat, hogy ma több időt fog játszani. Egyelőre azonban Sharice Daniel, Angel Robinson, Tianyan McCune, Gálemese és Lovász Izabella az ötöse a marosvásárhelyieknek. Egyébként azt mondta a tegnapi mérkőzés után Danka Lancsa, amit 71-64-re megnyertek a Galata ellen. Gálemese tripla, 20-13. Erre drukkoltál, hogy jön Gálemese és dobja a triplát. Ő az a bejelentkezése, most Pesovic tör be, fault és nem megy be, legalább. McCune nyúlt oda, és azt kell, hogy mondjuk, hogy jól nyúlt oda, hiszen megakadályozta Pesovicot, hogy 2 pontot szerezzen. Egyből, viszont 2-ből szerezhet 2 pontot, hogyha bedobja a büntetőket. Azt akartam elmondani, hogy Daniel Kalancsa azt mondta, hogy elsősorban a román játékosoknak köszönhető az, hogy megverték a Galacot, és Joanna Gizide, aki kivéljük ki, nagyon jól játszott a tegnap a Galac ellen, azt mondta, hogy ők jobban akarták a győzelmet, és reméljük, hogy mi játszunk a nagy döntőt a Sepsi ellen. Nos hát, Sepsi ellen nem fogják a nagy döntőt játszani, ez tény. Ha lenne bronzmérkőzés, arra még lenne esélyük, de Pesovic egy újabb triplával válaszol, miután csak az egyik büntetőjét dobta be, és Lovász Izabella kiejtette a kezéből a labdát, így 24-13, most Gálemese ad el egy labdát, jöhet Kizile az ellentámadással, vele szemben Gál megállítja az ellentámadást Ardelean Webnek, fent két amerikai játékos, Daniel és Robinson védekezik Webb, McCune előtt, Webb pedig borítást követ el, kicsit többet tartotta a tenyerében a labdát. Jön Lauren Gregory, Tionia McCune helyett, egy magas játékost, egy alacsonyabb, picivel alacsonyabb játékosra váltott le, így igazi centere most Steph Zakariásnak nincs a pályán. Lauren Gregorynak kell megoldania ezt a feladatot. Robinson kérte a palánk alatt, Gizilával maradt egyedül,
de nem kapta a társaitól, egy kicsit méltatlankodik is Robinson, közben Lovász Izabella ellen fújnak be egy támadó hibát, méghozzá Drágos Nikolái játékvezető, könnyű őt felismerni, hiszen az egyedüli férfi a játékvezetői trióból. A Brassó hozhatja fel a labdát, ott van Gizila, vezeti át, odaadja Pešovićnak a bal, 45 fok van, Pešovićra kijön Gregory, rádobják, nincsen benne, a lepattanót megszerzi a 24-es számú Daniel, és már ott is vagyunk az ellenfél kosara körül. Gálenesev kapja meg a labdát, most nem dobta rá, mert előtte volt Pešović, Daniel törben nagyon jól, kicsit hozzáütnek, Gregory szedi meg a lepattanót, és 2 pontot szerez, 24-15. Közben jön egy üzenet, hogy Novák Károly Eduard maradt a Román Kerékpáros Szövetség elnöke. Gratulálunk neki, örülünk neki, és reméljük, hogy a kerékpársport folytatja a felemelkedő útját. Igen, ma volt reggel 10 óta üléseznek a Grand Hotel bálványosban, itt Kovászna megyében volt ez a gyűlés, és arról volt szó, hogy délbe 2-re vége lesz, az egy kicsit elhúzódott azért ahhoz képest, de mindenképpen jó az, hogy tisztázódtak a dolgok, hiszen ott egy adott ponton volt vagy 2 szövetség, vagy 3 elnök, az ember csak kapkodta a teljes. És egy rakás eltűnt pénz. Igen, hát vélhetően ezeket azért hozták létre, de végül is talán Novák Eduard rendet tesz abban a szövetségben. 24-15 és Marosvásárhely vezet, ez ismét egy elegáns betörés volt Cseris Danieltől, de a befejezés már nem volt annyira elegáns és hatékony sem, kihagy maradt, úgyhogy 24-15, most egy 3 pontos, és be is megy. Hát Krecsun volt, Alina Krecsun, akiről mondtuk, hogy ha jó napja van, akkor félni kell tőle, hát ez most jó nap, mert egy triplát értékesített. 50-ből 33 szavazatot kapott Novák Károly Eduard, köszönjük Magyari Attilának az információt, és Kányádi Lóránt kérdi, lehet tudni a Sepsi-Törgoviste eredmény? Hát sajnos igen, a Sepsi-Törgoviste eredmény 58-55, ezelőtt egy jó... Törgovistének. Igen, egy 58-55, a Türgovistának akkor rosszul mondtam, tehát 55-58 a mi szempontunkból. Azt a Sepsiszik szabályszerűen elveszítette, azt mondom, hogy nem a Türgovista nyerte meg, hiszen 10 ponttal vezettünk a harmadik negyed kezdetekor, amelyik a negyedik negyed kezdetekor, de a negyedik negyedet úgy kezdtük, hogy 0-9-el, 9-0-át adtunk a Türgovistának, és ez nagyon sok. Főleg, hogy azután Larisa Toma a maga 43 évével akkora 3 pontos pörkölt a sarokból, amivel valószínűleg elment a mérkőzés. Igen, hát az volt az egyik kritikus pontja, az egyik kulcspontja, kulcsmomentuma a találkozónak, de hát volt még, amikor Anne-Marie Perreau 2 pont vezetésnél elveszítette a labdát, és ezzel egyenlített ki a Türgovistét. Hát nem hibáztatom Perreaut, hiszen ő volt a csapat motorja ezúttal. Habár nem neki kellett volna lennie, ő szerezte a legtöbb pontot. De közben 6 perc 32 másodperc maradt még a második negyedből a Sirius Olimpia Brassó mérkőzésről, az illetve nem a félidőből 27-12, az első félidőből 27-15 az eredmény Brassónak. Közben beállt Tionogiam Kün helyett Lorin Gregory, és most az egyes számú Lodermill is ott van a pályán. A brassóiak dobtak egy triplát, Higgins ment a lepattanóért, és hát bár ő a legmagasabb, neki van a leghosszabb keze, először a játékvezető a brassónak ítélte a labdát, utána javított, rájött, hogy hát mellőle senki nem érhette volna el a labdát. Úgyhogy... Hát Lodermill próbálkozott vele, ő mondjuk fél annyi kiló, mint Higgins, de ez ebből az alkalomból most jó volt, mert Higgins kellett, hogy kiüsse a labdát. Most egy nagy betörés követett el a 7-es számon Maria Ferrario, aki a maga 16 évével egy pillanatig semmilyen gátlása nincsen, a lepattanót Higgins értékesítette. Most viszont egy hatalmas 3 pontos volt ez, vagy 3 pontos? Ez igen, Lorin Gregory. Gregory volt egy 3 pontossal, úgyhogy 29-18 az állás. 5.45 van még hátra, támad Brassó Webrévén, Ferrario kapja meg a labdát Gálemese vele szemben, majd váltanak, így Pešovićhoz kerül, Pešović mellett Gálemese, Pešović betört gyönyörűen 3 ember között, és bedobta a kosarat, így 31-18, hát 13 pont a különbség a két csapat között,
Ez azért jelen pillanatban elég soknak mondható. Robinson dob fel ismét egy tempót, és ez a labda beszédül Robinsonnak, ez a hatodik pontja, rengeteget kísérletezett, nem nagyon sikerült, eléggé elfáradt valószínű a tegnap, és tegnap szinte végigjátszott. A Ferrari kapja meg a labdát, Gálemese mellett, Gálemese felemeli a kezét, hogy Isabella, Lovász Isabella miért nem segített be neki, egymás között beszélik meg, hogy nem az én feladatom lett volna, de a tele feladatot lett volna. Tény az, hogy Ferrari két pontot szerzett, Gálemese szabálytalankodott, és még dobhat egy büntetőt. Ferrari, Gálemese pedig pihenőt kap, visszajött a kezdő négyes számú Alina Pop. Maria Ferrari végezhet el, ő talán a kupasorozat legfiatalabb játékosa, és kihagyja 33-20-nál, amikor pontosan a fele járt le a második negyednek, és Laudermill viszi előre, odaadja Gregorynek, Gregory tovább a kettes számú Robinsonnak, Robinson betör Ferrari mellett, feldobja ismét a palánkkal, de ezúttal nem megy be. Ez a dobása se sikerült Robinsonnak, kicsit túlvállalja magát, talán ilyenkor jó lenne többet passzolni. Ferrari kapja meg a három pontoson kívül, a triplája rossz, Lovász Isabella ér bele a labdába, és egy sportszerűtlen hiba, Alina Krecsun szabályosan belerugott Alina Popba, ezt Amalia Márkis játékvezető sportszerűtlennek ítélte, habár Krecsun felemelte a kezét, hogy ő nem akarta, nem volt ez szándékos. Igen, csak rosszul mutat, mert Krecsunnál az a helyzet, hogy ő is magasabb másfél fejjel, és mondjuk 30 kilóval több, mint a marosvásárhelyi játékos, úgyhogy most elvégezhet két büntetőt, és a labda is náluk marad. Feldobja az elsőt, rövidre dobja, és lejön. Úgyhogy marad a 33-20, mikor 4-32 van még hátra. Feldobja a másodikat, és ezúttal is lejön a labda. Mind a kettőt rövidre dobta Alina Pop. Már ezekért a büntetőkért, hiszen a 13 pontból 11-re le lehetett volna jönni. Ez volt a... És a tegnap milyen jól büntetőzött. Igen, 10-ből 5 büntetőt, illetve 8-ból 5 büntetőt dobott Brassó, Marosvásárhely pedig 5-ből 2-nél tart. Most pedig egy kizil szabálytalanság Robinson ellen, zónavédekezésre rendezkedett be a Brassó. Ezt úgy próbálják átjátszani, hogy a játékirányító Robinson megy be a palánk alá Gizilával, aki egy fél fejjel alacsonyabb. Lovász Isabella kapja meg, a tempója pedig lepattan a gyűrűről. Laudermill hiába üti el a labdát, mert a Webhez, a brassóiak játékirányítójához jut. Peszovicsot akarta játékba hozni, de Gregory szemfüles volt és kiütötte az óra előtt elől a labdát. A támadás szerint a jobb oldalról Peszovics hozhatja játékba a labdát, odaadja Ferrariónak. Ferrarión kint van Pop, de addig, hogy elejtik a labdát és az elhagyja a játékteret, úgyhogy az alapvonalról hozhatják játékba. Most csere a marosvásárhelyi együttesnél, bejön a Gregory helyet, Cherise Daniel jön vissza. Többször elmondtuk, hogy két romániai játékos kell a pályán tartani folyamatosan, ami most egy szép betörés láttunk Angel Robinsontól és 33-22-re. Ez mennyire jó vagy mennyire rossz, mindenképpen jó annyiban, hogy román játékosokat kell foglalkoztatni, nem lehet csak amerikaiakkal játszani, mert akkor nagy részt arra megy ki a dolog, hogy kinek van több pénze. Most viszont egy gyönyörű szép betörést követ el a hatos számú Jánági Zila, és 35-22 lesz. Az, hogy a román szövetség miért nem alkalmazkodik, mekkora három pontot dobott közben Pop. Én egy évről beszéltem, mert úgy tűnt, hogy onnan nem fogja megdobni, de hát még csak csináljon ilyeneket, 35-25 az eredmény pillanatnyilag, most a másik terén tör be a hetes számú Maria Ferrari, és ezt szabálytalanul lehet csak megállítani. Azt akartam mondani, hogy nagy kár, hogy a román szakszövetség nem alkalmazza a belföldi bajnokságban is azt a szabályt, hogy mennyi külföldit lehet alkalmazni, ezért a csapatok gyakorlatilag nem tudnak indulni az Eurókupába, hiszen hogyha úgy állsz be a csapattal, hogy csak három extra kommunitárius játékosod legyen, akkor el fogod veszteni a bajnokságot. Másképp hát, viszont nem lehet menni hogyha amerikaiakra alapozol.
Hát igen, de hát a... A szerbekre akkor... Hát igen, csak a szerbek tágábbak, mint az amerikaiak. Ez így igaz. Közben a Sheriff Daniel törd be, 35-25-nél, 3 perc van még hátra a második negyedből. A marosvásárhelyi Sirius, illetve a Cseszeo Olimpia Brassó közötti női kosárlabda kupa elődöntőjéből Pesovic a másik oldalon, ő ellen szabálytalankodnak, úgyhogy 2 büntetőt dobhat, 10 ponttal vezet a Brassó. Alina Pop triplája után lett 10 pontos a különbség a 2 együttes között, és folyamatosan cserél Steph Zakarjás, egyfolytában cseréli a játékosait. Most Sheriff Daniel helyett jön vissza Lorraine Gregory, ismét egy magas játékos küldött pályára, hiszen a brassóiaknál ott van Ardelian és Kutyusz is. Amalia Mark is arra kérte Lorraine Gregoryt, hogy várja meg, amíg a csapattárka elhagyja a játékteret, és csak utána cserélje. Pesovic feldobja az első büntetőt és bedobja. Pesovicnak egyébként a bajnokságban 17 pontja van meccsenként, az azért nem kevés, azért mondtam, hogy nem ártana rá ügyelni. Pesovic bedobja a második büntetőt is, és ismét 12 ponttal csúszik fel a 2 csapat közötti különbség, 37-25, amikor 2-38 van hátra a második negyedből. Angela Robinson Lorraine Gregoryval, és valószínű, hogy Laudermill is megkapja a labdát, nem, mert Robinson felteszi, ez is egy bűnrossz kísérlet. Valaki fogja már vissza Robinsont, mert ma nem megy úgy, mint a tegnap neki, akkor, amikor rengeteg pontot szerzett, szám szerint 25-öt. Higgins kapja meg a festéken belül, befordul Gregoryval szemben, és szerez egy triplát, 39-25-nél pedig Steph Zakarjás időt kér. 14 pont a különbség a 2 csapat között jelen pillanatban. Mondanám, hogy nem sok, mert ezt a tegnap is így volt történt. 14. Tehát úgy látszik, hogy hát ha az a taktika, hogy kell hagyni, hogy kifussák magukat az NMP-l játékosai, és akkor a végén kell ráerősíteni, de ezt én változatlanul kockázatos taktikának tartanám, ezzel a sokkal, az Alexandriánál legalábbis sokkal erősebb brassói együttessel szemben. A tegnap ugye a Marosvásárhely 80-66-ra verte az Alexandriát, és úgy jutott be az elődöntőbe, míg Brassó Galaton lépett át 71-64 arányban. 39-25, tehát az állás, 2 perc, 13 másodperc van még hátra. Pesovic és Webb egyaránt 10 pontos, Higgins 8 pontot szerzett a brassóiak részéről, míg a marosvásárhelyieknél Robinson annak ellenére, hogy rengeteget hibázott, 8 ponttal a legpont erősebb, Gregorynak pedig 7 pontja van, és kíváncsi vagyok Angel Robinson kísérleteinek a számára. 44%-os, 9-ből 4-et dobott, hát ez még nem is tűnik olyan rossznak. Igaz, hogy nem is olyan jó. Önmagához képest rossz azért, tehát az a Angel Robinson ennél azért előbb szokott állni. 30%-kal dobják a triplát a marosvásárhelyiek, 33%-kal a brassóiak. Tegnap egyébként Robinson 50%-kal dobott, 22-ből 11 kosarat szerzett. Lorraine Gregory közben a timeout után egy gyönyörű visszalépő csellel. Ardelian verte meg, újabb 2 pontot szerez a csapata számára. A brassóiak vezetnek a sarokból, Webb próbálkozott, ha jól nézem, igen, ő volt, jöhetnek fel, Robinson a háta mögött vezeti el, hogy ne tudja elvenni tőle Pesovic, visszajátszodják Mészároshoz, Mészáros Laudermillhez, feldobja, mert rossz volt ez is, de Robinson leszedi Higgins mellől, akinél legalább 2 fejjel alacsonyabb, rádobja a 4-es számú Pop, és ezt szintén megkapja Laudermill ott nagy kicsikén, de végül is elveszítik a labdát. Mondtam neked, hogy Laudermillnek hihetetlen rugói vannak, átugrott a Higginset is, úgy szedte le a lepattanót, csak közben elfelejtett passzolni. Hát legalább 2 Laudermillt lehetne csinálni Higginsből, az egészen biztos, hát kijutna belőle, most Pesovic tör be, kiátszodja 3 játékos, és a Mészárosnak a nem leveszi, hanem kiüti a labdát, és ott csak brassóiak vannak, úgyhogy előről kezdődik a támadásuk. Pesovic ismét beáll egy tempóba, és be is dobja. Marad a 14 pontos különbség, illetve marad a 14 pont, 41-27 a 2 csapat között, és benne vagyunk az utolsó percen. Belül 43 másodperc van még hátra, Marosvásárhely támad, a pirosban játszó Sirius, Angel Robinson kapja meg a labdát, megpróbálta Mészárosnak bejátszani a palánk alá,
de Webb nagyon jól figyelt, és kiütötte a pályán kívül. Lodermill helyett jön vissza Cherise Daniel, a másik oldalon pedig Kizil váltja Webbet, úgyhogy így fejezik be a csapatok ezt a félidőt. 35 másodperc van hátra, 9 a támadásból, Marosvásárhely támadhat, Daniel-lel szemben Gizila. Daniel megint bebújik több ember közé, Higginset gyönyörűen kikerüli, azonban a dobása rossz, amely leperfördül a gyűrűről, úgyhogy Brassó támadhat. Pesovic adja ki a 6-os számú Gizilának, akinek szemlátomás ráér, hiszen 1 másodperc különbség van a támadó kronométer és a hátralévő idő között, úgyhogy végig fogják ezt játszani, az lenne a normális. Eladják, és még Robinsonnak van ideje egy kosára, még 5 másodperc van, feldobja, nincsen benne. Hát fantasztikus, hogy miket hagyott ki Robinson, és akkor most jön egy buta-buta hiba Cherise Daniel részéről, hiszen már csak 2 másodperc, vagy még annyi sem volt hátra. Egyszerűen Gizilának nem lett volna hogy eljutnia, nem is Gizilának, mert hát Ferrariónak nem lett volna hogy eljutnia a palánkig. Tényleg hanem Ferrari bedobja ezt az utolsó pontot, és 42-27-re emeli, teljesen fölösleges volt ez az utolsó fault itt. Nem értünk vele semmit, azon kívül, hogy adtunk Ferrarinak egy esélyt, hogy növelje az előnyét a Brassói együttesnek. 10-4 a
A mezőny kosarakot 45%-ra dobta, mi 30-ra, a két pontosokat 48-ra, mi 33-ra, a három pontosokat 33-ra, mi 25-re, a szabad dobásokat, a büntetőket 66-ra, mi 50-re, 25 darab lepattanót szerzett a 14-jel szemben, akár csak ez is elég lenne ahhoz, hogy megnyerjeik a mérkőzést. Elkezdődött a második félidő, Brassó kezdte a támadást, Webb, Gizil, Pesovic, Ardelean és Higgins van ott, és egy gyönyörűen kidolgozott támadás végén Higgins szerez két pontot, ez már 44-27, így 17 pontra nő a különbség. Marosvásárhelyi oldalon Pop, Daniel, Mészáros, Gregory, illetve Robinson van a pályán. Ferris Dédiel csapkázza le nagyon csúnyán, Webb, Gizila jön az ellentámadással, vele szembe állina Pop, hárman is leszedik a lepattanót, Gizila, hárman mentek a lepattanóért, Gizila szerezte meg, végül nem tudott ismét kosára dobni, jöhet a Pesovic támadás, ugyanaz a kombináció Higgins-el, Higgins azonban ezúttal átdobta a balánkot, illetve a gyűrűt. Hogy leszedte előre, csak azt tudom mondani, a 50 kilóval kevesebb Daniel Higgins elől, egyszerűen mozgékonyabb, gyorsabb, és leszette a hatalmas termetű brassói csapatban játszó beálló elől. Az első elődöntőben a Sepsiszik sajnos vereséget szenvedett Turgovistétől 3 ponttal, most Pesovic lopja ki Alina Pop kezéből a labdát, és újabb 2 pontot szerez csapatának. Már közelít a 20-hoz a két csapat közötti különbség. Tibi Ronaldo írja, hogy hihetetlenül Szent György kiesett, de legalább Maros nyerjen, hajrá Marosvásárhely. Sajnos egyelőre nem ez a mutató. Lorin Gregory engedel egy triplát, nagyon messziről lepattan. Alina Pop ment a lepattanóért, és Brassó szedi össze. Brassó jön fel, mégpedig nem Gizilánál van a labda, a játék irányítója, vele szemben ott van Angel Robinson, Gizila pattogtatja és továbbadja Higginsnek, de hát Higginsre nem tud rámozdulni, jöhet a Marosvásárhely ellentámadásba, és nem tudja megállítani Pesovic, csak fault által Cseris Daniel, és így az oldalvonalról hozhatja játékba a labdát a Marosvásárhelyi együttes. Brassónak van most már két csapat faultja ebben a negyedben. Itt a maradék szentgyörgyi szurkolók megpróbálnak egy kicsit a Marosvásárhelybe önteni lelket, de ez egyelőre kevés sikerrel teszik. Robinsonnál van a labda, kiadja Gregorynak, Gregory majdnem ellépi, visszaadja Robinsonnak, lassan dobni kellene Robinson, beáll egy tempóban, megdobja, hosszú a lepattanót, meg Mészáros Kata kidobja, és oda pattan le, oda, mire ez aki összeszedi, Gregorynak adja ki, át a túlsó oldalra Popnak, ez lehet, hogy lépéshiba volt. Nem, szabálytalanságot fújt Fabiana Martínez, méghozzá Pesovic-sal szemben. Pesovic-nak ez a harmadik személyi hibája, hogyha őt kiszednék, akkor... Hát arra érdemes volna rájátszani, hogy faultoltatni Pesovic-sal, mert ő nélküle azért ez a Brassi együttes, nem tudom, hogy ki tudná átvenni a játék irányítását. Most Robinson Robinson törbe, és az első félidőben hiányolt két pontosaiból dob egyet be. 46-29 az eredmény, amikor 7 perc, 33 másodperc van még a harmadik negyedből. Sztojka Zoltán írja, hogy ha Maros is kikap, semmi értelme az egésznek. Valóban semmi értelme. Ardelean áll be egy triplába, kimarad a dobása, Lodermill szedi össze térdel, lábbal, végül hárman is a földön, de Robinsonhoz gurul a labda, így jöhet a marosvásárhelyi támadás. Lodermill hihetetlen mozdulatokkal, de csak Robinsonhoz tudja adni. Robinson ugye ma már nem játszik annyira jól, mint a tegnap. Tegnap a motorja volt a marosvásárhelyieknek, vitte őket az első fél időben, aztán a másodikban is 25 pontot szerzett. Most azonban nagyon figyelnek rá. Gregorynak adja be elég rosszul a labdát, Gregory zárni jött hozzá, és nem figyelt erre a lehetőségre. Pacsiznak is, ketten elnézést kér Robinson, hogy ő adta rosszul a labdát. Az a helyzet, hogy hiába, hogy mondjam, csak szidjuk Robinsont, hogy a tegnap kiadott magából mindent, mert ha nem adott volna ki, akkor ma nem juttak volna ide, tehát teljesen mindegy. Ez az egy lehetőség volt, be kellett jutni, mert hanem ma esély se lett volna arra, hogy megmutassák, hogy mit tudnak. Először a Románia kupa, így esett ki Szent György is. Eltérően a bajnokság végétől, ahol 5 mérkőzésből kell megnyerni 3-at, és ott azért elég egyértelmű, hogy melyik csapat a jobbik. Itt egy mérkőzés van, amit akárki is megnyerhet. Ez az állás.
és még 46-29-ről, vagy 29-46-ról a Marosvásárhelyi Sirius. Akár, csak mondom, hogy a Szent György is eljátszott egy 10 pontos előnyt azoknak, mondom, akik nem követték 5 óráton a Marosvásárhelyi Rádió és a Sepsi Rádió közvetítését. 10 pontos előnnyel kezdtük az utolsó negyedet, és Zorán Mikestől teljesen szokatlan módon egy széteső végjátékkal elvesztettük a mérkőzést, úgyhogy Zorán Mikesnek 2 időkérési lehetősége is volt, márpedig amikor ő időt kér, annak az eredménye látszani szokott, hát ma nem látszott. Egyáltalán nem látszott, hogy időt kért, hogy lelket öntött a csapatába, hogy letisztázta, hogy itt még nincs vége a mérkőzésnek. Úgy történt, hogy elvesztettünk 10 pontos előnyt. Közben jön a marosvásárhelyi támadás, amelynek végén Lodermill szól be egy 3-ast. Azért tegnap sem dobott olyan nagyon rosszul, 3-ból 1-et. Rendkívül mozgékony játékosról van szó, hihetetlenül, hogy pattog a pályán. Tényleg élmény nézni a női mezőnyben Lodermillt. Habár vannak gyors játékosok, de ennyire látványosan egyikük sem pattog. Igen, tehát szinte egy helyben is pattog. És öröm látni Webnek is a dobásait. Igen, olyan szép tempókat dob, olyan magasról engedi el, mondjuk ahhoz kell is neki, mert nem egy magas játékos, úgyhogy ahhoz, hogy átdobja, kell is neki. Ez most egy tipikusan Angel Robinsonos betörés, amelyiknél úgy tűnik, hogy alig-alig tudja vinni, de a végén mégiscsak bedobja. 48-34 az eredmény, és ez nincs ez a mérkőzés, még elveszve, főleg, hogy a brassójaknak van már 3 csapatfaul. Webnek a lába kint volt, de nem fújták le, és közben eladta a labdát, jöhet Robinson az ellentámadással, az ellentámadás végén megint nem kap faultot, megint azt kért Gizilától, illetve a játékvezetőktől, de Brassó így nagyon könnyedén fejezi be a támadást, végül 2 pontot szereznek, megint 52-32 és 20 pont a két csapat közötti különbség. 5 perc járt le nagyjából a harmadik negyedből, betől Lodol, mi láthatná Robinsonnak. Robinson kezéből kitolja a labdát Higgins, aki ezzel nem teljesen ért egyet, de tényleg az az érzés az embernek, hogy ő oda nyúl, más nem érhet el, pedig ez nem biztos, hogy rosszul tették az eredményt egyébként, megint az eredményjelző táblán. Én arra hagyatkoztam, közben 50-34, tehát nem 20 pont. Igen, az előbb nekem is úgy tűnt, hogy 15 pont van, hogy lett hirtelen 20, de gondoltam, hogy ott írja a táblán, akkor az ember a számokkal ne vitatkozzon. Hiszen amikor mondtam, hogy nincs ez a mérkőzés még elveszve, akkor 14 pont volt a különbség, és aztán te mondod, hogy 20 pont. Most viszont Webb fut előre, és kihagyja, Higgins nem tudja összeszedni, összeszedi viszont Pop, jól mondom? Nagyon jól mondott Pop, gyönyörűen térden állva. Lodermill rohan át a pályán, két ember között rádobja, Gizilla csak szabálytalankodni tudott ellene. Beismerhetett volna, milyen jó lett volna itt faragni a hátrányból 5 perccel a 4 perc, 49 másodperccel a harmadik negyed vége előtt. Ne add fel, Maros, nyerni kell, nem kell könnyen feladni, írt a Tibi Ronaldo. Béres Vince írja, nincs lehetetlen, fel lehet állni. Így van, ezt a tegnap bemutatta Marosvásárhelyi csapat. Közben egyik büntetőt bedobta Lodermill, nagyon ív nélkül dobja, de bemegy, úgyhogy... És furán a válla mellől dobja ezt a labdát. Nagyon furcsa mozdulatokat csinál. Most megpróbálják lecsapdázni Gizilát, nem sikerül. Robinsonnak ítélnek személyi hibát. Ez egyébként Angel Robinson második személyi hibája. Pesovic most ugye nincs a pályán, mert 3 hibája van. Helyette Haas jött be, Andrea Haas a pályán. Gizilával, Artelianmal. Látszik is, hogy nincs a Pesovic, most nem azért mondom. Webb dobja rá, 3 pontosra nincsen benne, a lepattanót kitolja onnan Arderán, de Marosvásárhelyi kézbe kerül Robinson, kiadja a Mészáros Katának, nem meri elvállalni, kihozza Gregorinek, Popnál van a labda, Pop sem meri elvállalni, Pop betör, és egy nagyon szerencsétlen mozdulattal emeli rá a kosára, nem is megy be. Pedig egy könnyű kosár lehetett volna, megijedt attól, hogy Higgins ott volt a közelébe. Közben Gizilla adja be a labdát a palánk alá Higginsnek, Higginset nem tudják megállítani. Mészáros Kata még nem ért vissza a védekezésbe, így megint 2 pontot dobnak a brassójak, 52-36. Nem nagyon sikerül faragni a hátrányból, 10-9-re nyeri ezt a játékrészt. Brassó és most éppen Robinson volt az, aki 2-3 ember közül kibújt. Hát nem játszik ma olyan csapatként a Marosvásárhely, mint tegnap a második félidőben. Na, még van 13 perc ezt bemutatni, ott van a labda Webbnél. Webb áldogál, van neki ideje, mint a tenger.
Higgins próbál neki zárni, zár is, Webb megkerüli, gyönyörű szép tempódobás is. Fantasztikus. Fantasztikus ez a játékos, azt kell, hogy mondjam, 16 pontnál jár jelen pillanatban Webb. Gyönyörű dobásokkal is egyszerűen nem lehet tartani. Robinson... Hát nem tudsz mit csinálni, mert zárnak neki, és azután megdobja. Tehát ez... Robinsonnal sincs most mit csináljon. Gizil egy fejjel, fél fejjel alacsonyabb, nem segített neki senki. Gizil hozhatja a labdát, vele szemben Loudermill aprit, és megpróbálja elvenni a labdát Gizilától. Gizil a Higginshez továbbítja, Higgins Webbnek. Webbel szemben Robinson, megint zár neki Higgins, most következik, megint a tempó, megint feldobja Webb, és megint bedobja. Azt a mindenség. Webb most magára vette a csapatot, újabb pontjaival. Erre játszanak, odaáll, zárnak neki, bemegy tempó. És hiába lépnek ki elé, egyszerűen képtelenség bármit is csinálni. Loring Gregory tör be Higgins mellett, Higgins személyhibát követett el, ez számára a második. Ezzel elérte az ötödik csapatfaultot a brassói együttes, ezt talán lehetne erőltetni akkor most, habár ha úgy dobjuk a büntetőket, nem úgy, mint a tegnap, hanem mint ma, akkor ez sem olyan nagyon jó taktika. Talán mégiscsak két büntetét kéne dobni, kedves sport. Ja igen, az lesz mégis, mert megvan az öt csapatfault, egy cserére is sor kerül, lement Robinson és helyette feljön Cheris Daniel. A másik oldalon pedig először a pályán a 28-as számú Johnson, aki tegnap pár pillanatot kapott a mérkőzésen, másfél percet. Egy amerikai játékosról van meg, szó. Na, hát mi nem két pontot dobunk mégiscsak? Na. Hát ha megvan az öt csapat. Két büntetőt, most végre a játékvezetők is rájöttek, igen, hogy megvan az öt csapat személyiba, tehát négynél több, akkor már büntető következnek. Gregory teszi fel az első büntetőt, ki is hagyja, jöhet a második, a házigaz, illetve a brassóiaknál Ardelean is a pályán, Krecsun is a pályán, Gregory bedobja a másik büntetőt, a másodikat, és őt is lecserüli Steph Zakarias, helyette Tioniam Kuhn játszik, aki keveset játszott ma egyébként. Hát ha ez mégis a végén megtérül, ez a sok rotáció, és pihentebbek lesznek a Marosvásárhelyek, csak nem kéne nagyon messze elmenniük a brassóiaknak. Itt például ezzel nem mentek, leszik a labdát Leodermill, és gyakorlatilag azonnal elől van. Megpróbál, megforgatja Gizilát, kiadja az Lovásznak, és elpöcködik Lovász és Loudermill. Ott vannak már a brassóiak elől, beáll egy tempóban. Rádu is, azaz, hogy Gizila is, és be is dobja. Nos, 58-41, 17 pontos a különbség a két csapat között. Daniel Lovászhoz, Lovász keresi a társat, Alina Pop, jaj, de rossz dobás. Végülis ő is fogja a fejét, hogy legalább két méterrel a palánk mellé dobta, az ellentámadás végén pedig Webb dob egy könnyű kosarat. Webbel így nem jó lesz, 18 pontnál jár, sőt 20 pontnál jár, 8 lepattanóval. Ez így nem biztos, hogy jó lesz, és ez mind úgy történik, hogy Pešović nincs a pályán. És közben Gizilla szabálytalankodott, Daniel helyett, Alina Pop helyett bejön Gálemese, a brassóiaknál pedig most Webbet pihenteti egy kicsit Danka Lancia, és helyette Mihaila Ferrariu áll vissza, vagy Maria Ferrariu, bocsánat, Daniel dobhat két büntetőt, 60-41-es brassói vezetésnél, 1 perc 29 másodperc maradt hátra, ezt a büntetőt is sikerült kihagyni, tehát ebből is látszik, hogy tegnap Marosvásárhely nagyon elfáradt, mindent egy lapra tett fel, a büntetők aránya, hát tegnap 11-10 volt, 11-10 volt, most 10-5. Amíg ezt is hozzáadják, akkor 10-5 lesz, tehát mind a két büntető kimaradt. Szerencsére a lepattanót azért megszerezte a Marosvásárhelyi együttes. Brassó nem dobott sok büntetőt, mindössze 3-at, abból 2-t értékesített. Jöhet az újabb Siriusos támadás, Daniel törbe nagyon sok ember mellett felteszi a labdát, meg jól szedi le a lepattanót, az ő dobása is kipördül, de ott volt Daniel megint, Loudermill eresztel egy 3-ast, ez is kimaradt. Hiába jön Lovász, de Daniel szerzi meg a lepattanót, még mindig 1 perc 10 másodperc van hátra ebből a negyedből, és majdnem gyakorlatilag végig támadja
a mérkőzés. McKeown ellen ítélnek megint egy támadó szabálytalanságot, hogy Lovász ellen a tegnap a nála a jó egy másfél fejjel alacsonyabb játékos könyökön fejelte. Hát ez így 60-41-nél ők jöhetnek fel, és egy perc van még hát a harmadik negyedből. Egyébként a brassói galéria az derekasan bíztatja a csapatát. Azok hozzánk jártak leckét venni, jól is van a két galéria, nagy tiszteletnek örvend a Székely Légió Brassóba, hiszen a tavaly a Románia Kupa döntőben naponta 700-800 ember volt ott, és most is a bajnokság alatt legalább annyi szentgyörgyi volt a brassói csarnokban, mint brassói, és hát ez némi tiszteletet kivívott, úgyhogy az előbb itt volt a meccs előtt a brassói galéria vezére, és hát itt lepacsizott a szentgyörgyiekkel. Most már így fordult, hogy csak ők maradtak versenyben egyelőre. Most egy gyönyörű szép betörést láttunk a 18-as számú Alinákra Csuntól, és 62-41 az eredmény. Egyszerűen nincs válasz a marosvásárhelyieknek a brassóiak jó védekezésére, és elsősorban ezen áll vagy bukik ez a mérkőzés. Tionia McKeown kapta meg a labdát, Lovász Izabella engedi el távolról, és végre egy dobás, kétpontos dobás, mert a vonalra rálépett, egy picit benne is volt. 62-43, mínusz 19-ről nagyon nehéz lesz felállni az utolsó 10 perc alatt, de még támadhat Brassó 10 másodpercen keresztül. Ferrario révén, aki elé Lovász áll, majd Gálemese. Ferrario nem kap társakat, kinek passzolja, majd végig megy. Krecsunnak adja, Krecsun az utolsó dobást kihagyja. Így 62-43-as brassói vezetéssel zárul a harmadik negyed. Végül is jól kijátszották, az utolsó másodpercig pattogtatta Ferrario a labdát, majd kiadta a szabadon álló Krecsunnak, aki eldobta, csak nem ment be. De így kell ezt csinálni. 62-43, és hát ez, hát ha innen is feláll a Marosvásárhely, én elismerem, hogy a tegnap nem adtam semmilyen esélyt, hogy az Alexandriát meccset még meg, az Alexandria elleni meccset meg lehet még fordítani, de én tudok veszíteni, úgyhogy nyugodtan csak csináljátok, és én elismerem a végén, hogy megint mellé fogtam, semmi probléma ne legyen ezzel. Hogyha innen feláll a Marosvásárhely és megnyeri, akkor azt mondom, hogy a Türgovistenek sincs esélye ellene. Az Olimpia Brassó, tehát 62-43-ra vezet, 25%-ban dobják a triplát a brassóiak, 8-ból 2. Nem sok. A Sirius Marosvásárhely 16-ból 4-et, szintén 25%-kal. Nem sok. Ez sem. A kétpontos kosarak különbsége viszont az óriási, 45-ből 24-et dobott Brassó, és a Marosvásárhely 37-ből 13-at. Hát itt van a különbség. Hiába dobott a Marosvásárhely 10 büntetőt, amiből csak 5-öt értékesített. A brassóiak 12-ből 8-at dobtak be, a lepattanók aránya pedig 32 Brassónak, 25 Marosvásárhelynek. Az valamit javult azért. Az javult. Az eladott labdák 10-8 a Sirius javára, ha lehet javára mondani ezt a mutatót. Tehát 62-43, ezt a negyedet is 4 ponttal nyerte meg Brassó. Kíváncsian várom az utolsó játékrészt, tényleg nagyon nehéz lesz, de hát bízni az utolsó pillanatig is lehet. Én meg az a fajta sportszerető ember vagyok, akinél nincs lehetetlen. Remény hal meg utoljára, igen, de azt nézem, hogy Dan Kalán sem megengedi azt a fényűzést, hogy nem hozza vissza az utolsó játékrészbe sem Pesovicsot. Hát nyilvánvaló módon már a holnapi döntőre pihenteti a brassóiak legjobb és legeredményesebb idegen légiósát. Úgy gondolja, hogy nélküle is ki kell, hogy tudják húzni ezt a hátralévő 10 percet ezzel a 19 pontos előnnyel. Géza hívja fel a figyelmünket arra, hogy Gizila kétszer szenvedett keresztalak szakadást, 1997-es születésű, tehát gyakorlatilag 19-20 éves a lány, és nagyon élvezi Anna Ferrario okos és bátor játékát, tehát mind a két játékosnak az okos bátor játékát. Lovász Izabella engedel egy triplát, kijön a gyűrűről, most Gálemese maradott, ő is elengedi a triplát, ez viszont jó. Gálemese második hármasa ezen a mérkőzésen, így lehetne közelebb lopózgatni, és Géza sem optimista, már azt mondta, hogy innen nem áll fel a Sirius.
Hát az a baj, hogy hát Géza már egyszer ma tévedett, hátra téved ma is, mert ha még téved egyet, csak a második mérkőzést hallgatóknak mondjuk, hogy Géza azt mondta, hogy 20 ponttal nyer a Sepsiszik, és abba tévedett. Hát ha most még téved egyet, amikor azt mondja, hogy nem tud felállni a Marosvásárhely. Itt van most egy 3 pontos engedel tisztáról, nagyon tisztáról. Dominic Johnson lepattan, visszakapja, ugyanonnan elengedi, szintén nem. Na lássuk, bele. Harmadszor is megpróbálja. Azt hittem, hogy vissza is adhatták volna, igen. Mert Johnsonra senki nem mozdult ki, tehát nyugodtan megdobhatta volna harmadszor is. És a két egy-egy fejjel magasabb játékostársak, Röcsül és Árdélán, a vállát, mind a ketten egyszerre a vállára tették a kezüket, Gyugit is lát. Gyugi. Azért egy nem sikerült, oké, kettő nem sikerült. Nem muszáj annyira erőltetni. Most egy gyönyörű támadás megint brassói részről. Árdélán viszont kihagyja, jöhet az ellentámadás. Gálemese áll be megint egy triplára. Ez jónak tűnik, fullbe gyönyörű tripla volt. 62-49. Ez jó, ugye? Megijedt Danka Lancsa. 62-49, nem téma. Tehát 13 pont, 8 és fél perc alatt kosárlabdább, az nulla. Most nem akarok azzal példálozni, bár sajnos tudnénk, hogy 10 pontra elvesztette a Sepsiszik ilyen távolságból, úgyhogy Pešović levette a... is, igen. Ez az baj. Hát kinek? Hát a Marosvásárhelynek, de és jó a Türgovistenek is és a Brassónak is. Mert úgy látszik, hogy Pešović nélkül nem megy ez a gépezet. Na, nem megy ez a gépezet. De Webb sem volt a pályán, azért ne felejtsd el. Igen, tehát valóban. A 20 pontot, az eddig 20 pontot szerző Webb, illetve 14 pontot dobó Pešović nem volt a pályán most az elmúlt másfél percben, így sikerült közelebb férkőzni. Hát lazábra is vették egy kicsit a védekezést a brassóiak. Most visszajönnek mind a ketten, úgy látszik, hogy Danka Lancsa Higgins nem akarja. Is visszajön. Nem akarja azt, hogy engedje, hogy nagyon közel jöjjön a Marosvásárhely, és itt ilyen szívinfarktus gyanús mérkőzésbe menjünk bele. Biztos, ami biztos, visszahozza a két nagy ágyút Danka Lancsa, úgyhogy nehéz időszak, nehéz percek következnek a Marosvásárhelyi együttesnek, de hát a tegnap sem volt könnyű, hiszen az Alexandria is alig hiszem, hogy oda akart adni a 11 pontos előnyét. Tehát Webb, Ferrario, Higgins, Pešović és a 8-as számon játszó Árdélán, Denisa Árdélán van jelen pillanatban Brassó nála a pályán. Míg Marosvásárhely a Gálemese, Lovász Izabella, Angel Robinson, Sherris Daniel és Tionia McCune ötössel játszik. Tehát beleerősít Brassó a pihentebb, most már kicsit pihentebb Webbel, Pešovićsal és Higginszel. Ferrario adja Pešovićnak, vele szemben Daniel védekezik, Daniel mellett elmegy Pešović, mert blokkolt neki nagyon jól Higgins. Jön Webb dobása, a tripla kimarad, McCune szedi le a lepattanót. Lássuk Gálemesének a tarsajában, van-e még egy tripla. Lovász Izabella próbálja meg beadni McCune-nak a labdát. Mutatja a Steph Zakarjás, hogy miért? Miért nem dobtad rá? Miért adtad be neki? Az ilyenekre sajnos most már nem nagy idő, nem nagyon van idő, 62-49-nél csak. Ilyen úgy, luxus nem igazán szabad megengedni. Mert ha rádobjuk és nem megy bele, nem megy bele, de tessék azt kijátszodni és rádobni, végül is vagy belemegy, vagy nem, de az, hogyha így eladjuk a labdát, az nem gazdaságos. A fiúknál is voltak fordítások, Ferrario dob egy triplát. Ferrari úgy látszik, hogy ez a bal 45 fok, ez egy jó, ez edzésen ott van az X. Igen, oda van kitéve, ott van letaposva, biztos ott a parket, ott van felkopva, de onnan dobott Webb az előbb, vagy 3-at, 4-et, most meg Ferrari is ugyanezt tette. Gálemese ezúttal egy sikertelen próbálkozással, egy elsietett 3 pontos kísérlettel jelentkezett. A kipattanó labdát pedig Daniel próbálta meg Ferrario lábára dobni, nem sikerült. 65-49, 7 perc, 17 másodperc van még hátra. Webb próbál meg Robinson mellett betörni, nem sikerül. Higgins kapja meg közben a labdát, McCune azt se tudta, hogy hol van. Higgins, McCune teljesen el van vesztődve a pályán, Higgins pedig felteszi a gyűrűre a labdát, az pedig nemes egyszerűséggel becsorog a Marosvásárhelyiek gyűrűjébe, úgyhogy 67-49, már 18 pont a különbség a 13-ról, pedig milyen jó lett volna tartani. Most McCune ellen szabálytalankodik Higgins. Higgins, akinek ez a harmadik személyi hibája, figyelmeztetik, hogy
ne tiltakozzon épp ilyen hevesen. Mutatják Dankalancsának, hogy ha még egy ilyen csinál, akkor megkapja a technikai hibát. És közben McKeown helyett Lauren Gregory jön be. Lauren Gregory, aki eddig nem játszott sem túl jól, sem túl rosszul. Van 10 pontja, 5 lepattanója, de ez tőle viszonylag kevés, és most szabálytalankodik Higgins ellen, hiszen az a dobás nem volt sikeres. 67-49, tehát a Brassó javára a Marosvásárhelyi Sirius ellen, akkor, amikor 6-40 van hátra a Románia Kupa második elődöntőjéből. Az elsőt a Secsiszennyi, hogy elbukta 58-55-re, tehát a Turgoviste az első döntős, és itt a Brassó lépked nagy erőkkel a döntő fele, hisz a Sirius egyelőre nem találja az ellenszert, most egy hatalmas homály dob a 24-es számú. Még Lori Gregory is megijedt, hogy mi történt. Hát megfogta a labdát. Passz. Igen, megfogta a labdát. A játékvezetők, illetve nem érte el a gyűrűt a labda, a bírói asztalnál pedig egy újabb 14 másodpercet tettek az órára. Ezért állították meg. Mindenki azt hitte, hogy Gregory kilépett a pályáról, és hogy brassózhatja majd a labdát játékba. De minden változik, minden fordul. 16 másodperc került fel az órára, gyorsan eldobták a... Mintha nem lett volna, na mindegy. Lovász eresztek egy 3 pontos rövid, a lepattanót megszerzi Pešović, és ő hozza a maga nyugalmával át. Valahogy egy nyugalmat sugal ez a Pešović. Hát hatalmas tapasztalata van, és rendkívül tehetséges, jó játékos. Gálemese mellett tör be, felteszi a labdát a gyűrűről, viszont visszapattan. Lovász Izabella nem tudja megfogni, kicsit akadályozta őt Higgins abban, hogy teljes két kézzel, két tenyérrel tapadjon rá a labdára, kiejtette, és ezért... Hú, mekkora paszt adott Pešović. Hát ez mutatja, ez jelenti, és ez mutatja a véget sajnos, amikor ennyire nem figyelnek egy Higginsre. Most pedig Angel Robinson ellen fújnak egy támadó hibát, Webb vetette hátra magát a két amerikai játékos közül, pedig Webb húzta a rövidebbet, vagy mondhatjuk úgy, hogy Robinson húzta a rövidebbet, mert ellene ítéltek személyi hibát. Időt kér, még egyszer megpróbál valamit, Steph Zakarjás kikérje az idejét, az eredményjelzőre Dankalancsa időkérését tették fel. Előfordulat, nem láttam pontosan, hogy mi történt, talán a hivatalos statisztika majd jelzi. Egyelőre 69-49, és egyre kevesebb az esély arra, hogy a Marosvásárhelyi Sirius innen fel tudjon állni. 5 perc 46 másodperc alatt ugyan nem lehetetlen 20 pontot behozni a kosárlabdában, csak valahogy, mintha nem érezném ezt az erőt a marosvásárhelyi csapatban legalábbis ma este. Hát ha fél percenként sikerülne egy 2 pontos kosarat szerezni, anélkül, hogy kapna az együttes, akkor pontosan 2 ponttal nyerné meg a Sirius. Hát ez egy szép hármas szabályos feladat volt. A tegnap ugyan bemutatott... Sokat gondolkoztam rajta. Igen. Ha tudsz még ilyeneket, akkor mondjál. De tény az, hogy a tegnap hozott egy 19-0-as szériát egy negyeden belül a marosvásárhelyi együttes, ami még akkor is igen figyelemre méltó, hogyha az ellenfél nem ez a sokkal jobb játékerőt képviselő brassói Csesze Olimpia, hanem Alexandria volt. A brassói szurkolók már biztosak a győzelemben, hiszen azt mondták, hogy jönnek holnap is, miközben eladják a labdát. Lodermill adja oda Danielnek, Daniel majdnem kilépett a pályán kívül, de megfogja a labdát, körbe tekeri a pályán, majd Robinsonhoz jut végül Daniel. Pešović mellett törbe, ketten is előtte felteszi a labdát, nagyon szépen zavarták, Daniel pedig egyszerűen még a gyűrűt sem találta el. Hát ebből így nem lesz 19-0-as run sem. A fél perc lassan lejárt, az első tempót meg kellett volna dobni, most Ferrari törbe 3 ember közé, felemeli rosszul, a lepattanó Lovász nyomja oda Laudermillnek, visszakapja Angel Robinson, és talán még neki rohannak, mert még egyszer Dassónak, Laudermill viszi el Pešović mellett, kiadja Lovásznak, aki nem meri megdobni, körbe viszik, Robinson sem meri megdobni, most Laudermill rászánja magát, hosszú, lepattanóhoz nincsen ott emberünk,
úgyhogy leveszi Pesovic és átvezeti a Marosvásárhelyi térfélbe. És ott maradt 8-as számmal Árdelem, majd Webb kapja meg a sarokban a labdát, az ő triplája is kimaradt, Higgins próbálja megszerezni, de Lodernél gyorsabb volt. Mire lehajolt volna Higgins olyan magasságokból? Lodernél már átvitte a túlsó térféle a labdát. Mészáros Kata közben a pályán megpróbál még magasabb emberekkel játszani. Daniel törbe, három ember között, szépen sapkázza őt Webb, Daniel lelassult, látszik rajta, hogy már nagyon lelassult. Elfáradt a tegnapi meccs után, sokat játszott. Árdelem kapja meg a pálya szélén, észre se vette, hogy hozzá passzolták, végül a lábai segítségével valahogy megtartotta. Webb ott van a 45 fokába, beáll egy tempóba, hosszú. Talán most egy kicsit a Brassó is leengedett, nem koncentrálnak már annyira. 3 perc, 50 másodperc van még hátra, 69-49-re a Fehérben játszó brassóiak vezetnek, és nagyon-nagyon érik a Törgoviste Brassó döntő. A Brassóra gondoltak sokan, Törgovistére már kevesebben. Most kimarad egy újabb Lodermill tripla, és itt nagyon romlik így a statisztika. Hát ott tartanak, hogy 14-ből 3-3-as dobott be Brassó, és 22-ből 6-ot Marosvásárhely. Ami végül is most az nem is, hogy olyan nagyon-nagyon rossz talán. Higginsnél van a labda, 7 másodperc a támadó idő, lassan meg kell dobni. Felgyűri, nincsen benne, lehet patronot megszerzni Lovász, és odaadja Robinsonnak. Robinson elől van, de 3 védő már ott van, többek között Gizila van előtte. Megpróbálja megkerülni az alapvonal fele, az Gizila mellett nem megy, de szabálytalanságot követ el a brassói irányító. Úgyhogy sor cserél gyakorlatilag Dan Kalancsa, 3 perc, 9 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Beküldi a pályára azokat, akik még eddig nem játszottak, egyedül Ferrario maradt. Ott jönnek tehát így sorban, 21-es számmal Kis, 13-as számmal, nem 23-as számmal van ott, 23-as szám 21-essel van Kis. Oksana Kis, igen. 13-assal Al-Ashab. Mészáros Kata közben dob 2 pontot. 30-as számmal Andrá Ház jött vissza irányítani valószínű, de nem mert Ferrario maradt az irányító, és 12-es számmal pedig ott van a pályán Brezoy is. Tehát egész sor cserélt, most teljes román sora van. Dan Kalancsának Ferrario enged el egy triplát nagy távolságról. Ez sikeres volt. 72-51. Lorin Gregoritól pedig majdnem ellopja a labdát Andrá Ház. Nem sok hiányzott, Angel Robinson, Gálemese engedi el, ez is kimaradt, a labda pedig eléri a palánkot tartó szerkezetet, így kintnek bizonyul, tehát, na. Azt hiszem, hogy ma megnéztünk a román kosárlabda két tehetségét, hiszen ez a mindössze 16 éves, 17. éves Ferrario, Maria Ferrario, és az előbbi mérkőzésen a Türgovistenél játszott beállót, akinek nem fog eszembe jutni a neve, ha meg nem lesem, itt Gürzsóke, azt hiszem, hogy a román kosárlabda két tehetséges tagját láttuk ma játszani, miközben Kis Emese, miközben Mészáros Kata. Gondolkoztam, hogy Mészáros Katából hogy lett Kis Emese. Kicsi elbonyolítottam ezt a névösszetételt, tehát Mészáros Kata faragott 2 pontot a hátrányból, úgyhogy bejöttünk 20 alá, 72-53, és mindösszesen 108 másodperc, azaz, hogy 108 másodperc van hátra, és hát ebből már nem lesz. Kisnél van a labda, odaadja a Háznak, Ház betör, felemeli, itt nincsen benne, a lepattanót megszerzi, a 13-as számmal játszó Al-Ashab, és jönnek is előre a Marosvásárhelyiek. Robinsonnál van a labda, Robinson 45 fokban, onnan megint dobhatta volna, odaadja Gregorinak, Gregori nem adja, Kata kapja meg, Kata is elpöcköli, a lepattanót végül Gregori szerzi meg, és bedobja, 72-55-1-22 van hátra. Vannak még sportszerű szurkolók, és ennek nagyon örülök, Ferrario volt a mérkőzés legjobbja, ezt írja Bekő László. Ez a legjobb romániai játékos. Azért én ezt a címet Webtől nem venném el, még akkor is, ha nagyon szimpatikus Ferrario, egyezünk meg, hogy a legjobb romániai játékos címét nyugodtan megismerheti. Hát ez lépés volt. Ház lépett egyet, megijedt Mészáros Katától,
és még egyet lépett pluszba, 72-55, 1 perc, 5 másodperc van hátra, és összegeznünk kell, mert holnap a döntőt a Marosvásárhelyi Rádióban már nem közvetítettük Brassó és Törgovisték között, úgyhogy annyit elmondhatunk, hogy volt egy román kupa 8-as döntő, amelyen a Sepsiszentgyörgy és a Marosvásárhely is egy-egy mérkőzést nyert, úgyhogy közösen a bronzérmet szerezték meg. Ugye ez egy olyan sorozat, amikor egy szinten lehet a Sepsiszika, a Sepsiszikkel a Marosvásárhelyi Sirius, hiszen mindkét együttes a harmadik helyen zárt, nincs bronzcsata. 16 óra 45 perckor kezdődik holnap a döntő, és most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy Brassó és Törgovisték között, vasárnap pedig délután 5 órától lesz az All-Star Game, ahol a legjobb lányok játszanak. Sepsiszentgyörgyről 6 lány került be a sztárok, a csillagok csapatába a déliekhez, úgyhogy lesz kinek szurkolni azon a találkozón is, amikor többnyire a szórakoztatásból áll majd a kosárlabda. Hát reméljük, hogy nem lesznek annyira bánatosak a sepsiszentgyörgyi szurkolók, hogy arra az eseményre ne látogassanak ki, hiszen ott mindent bemutatnak a kosárlabda szépségéből, látványából, érdekességéből. Hát érdemes megnézni a holnapi döntőt is azzal együtt, hiszen ezekkel a csapatokkal meg kell még küzdeni, hogyha valaki meg akarja nyerni a bajnokságot. Tehát ez ugye a Románia kupa, de most az új lebonyolítási rendszer szerint még egyszer előről kezdődik az első 6 csapat között oda-vissza küzdelemmel egy második szakasz az alapszakasznak, és csak a legvégén lesz a rájátszás. Ezzel végződik gyakorlatilag a találkozó, hiszen még egy másodperc van hátra, de már pacsiznak a lányok. Azért Béres Vince írja, szép volt lányok, le a kalappal. Suba Ferenc alpár, gratulálok a Siriusnak, ez az eredmény a jelenlegi...